Szép jó estét kívánok mindenkinek! Most egy ideje nem érkezett senki, most azon kezdem el aggódni, hogy nagyon remélem, hogy nincs valami limit, amire itt a Lukács Katalin tanárnő utalt, mert én úgy tudtam, hogy nincs limitje a belépési lehetőségeknek. Ezek szerint nem tudtak bejönni. Szuper, jó, köszönöm, Matyi. Mindjárt, ha mindben igaz, akkor itt van nekünk Szenti Gabriella tanárnő is, és akkor őtőle megkérdezem, hogy mit tud erről, meg tud-e esetleg ezen nekem egy kicsit segíteni, vagy van valami ötlete, vagy javaslata? Itt vagyok, bocsánat, csak át kellett helyeznem itt a képernyőmet. Az elejét nem hallottam, a kérdésnek a legelejét. Azt kérdeztem, tanárnő, hogy úgy látom, hogy elértük a 101 főt, és egy ideje nem jött be senki, de ezek szerint van, aki még beszeretne jönni, de már nem engedi be a rendszer. Hát én szerintem, én pont ezt mondtam a Berecki tanárnőnek, hogy én nekem vannak aggályaim, hogy ez leszabályoz valahol. Tehát nem nagyon tudok róla, de ennyi embernek nyilván nem szoktam tartani semmit, de valószínűleg, hogy leszabályozott a rendszer. Azt kellene szerintem, hogyha van olyan család, ahol ketten is beléptek, akkor ott lehet, hogy minimalizálni kellene egyre, hogyha esetleg tanuló is belépett meg a szülő, akkor ott lehet, hogy egy jó lenne, de egyébként alsó hangon is ez csak körülbelül az egyharmada szerintem a... Igen, tehát ugye... Meghívhatatnak. Igen, meg azt nézem sajnos, hogy a végzősök közül se jutott be mindenki, úgyhogy jó, akkor szerintem megpróbáljuk majd úgy megoldani, csak hogy a többiek is nyugtassák meg a kint rekedteket, hogy akkor mindenképpen be fogunk menni még az osztályfőnöki órákra, meg egyéb órákra, és akkor a héten elmondjuk a főbb tudnivalókat. Mert hogy semmiképpen se érje hátrány azokat, akik nem tudtak részt venni. Elhangzott olyan is, hogy vegyük föl, sajnos arra nekem nincs lehetőségem, a PPT-t mindenképpen ki fogjuk küldeni. Tehát szeretném azt kérni majd itt az osztályfőnököktől, meg a bentlevőktől, hogy írják meg a kint ragadtaknak ezt az információt. Jó, és hát elnézést kérünk azoktól, akik kint maradtak. Megpróbálunk erre mindenképpen majd megoldást találni a jövőben akkor. Jó, mivel az igazgatónő sajnos nem tudott megérkezni, ezért a felvételéről szóló eljárás ugye a második rész úgyis. Először az érettségiről fogok akkor mindenféleképpen beszélni önöknek. Tehát, hogy először is a legfontosabb, ugye, hogy a jelentkezés az érettségi vizsgára azon papír alapján fog megtörténni, amit ugye önök, illetve a gyermekeik megkaptak az osztályfőnökökön keresztül. Mind a 12. évfolyamosoknak, ugye mind a 11. és 10. évfolyamosoknak is küldtünk ki már papírt. Itt a lényeges az, bármilyen, ha csak egy tárgyra, vagy ha a teljes érettségire jelentkezik ugye a gyermekük, akkor kell, hogy legyen mindenképpen osztályzata az adott tantárgyból. A rendes érettségi vizsgát tevőknek ugye 50 óra igazolt közösségi szolgálat kell, nagyon reménykedünk benne, hogy ez legkésőbb január végére mindenkinek rendelkezésére jár. Ugye alapvetően azt szoktuk mondani, hogy a továbbtanuláshoz egy emelt szintű érettségi vizsga mindenféleképpen szükséges. Nem írja elő jelenleg ugye a törvény, de ettől függetlenül a felvételihez azt lehet mondani, hogy szinte elengedhetetlen. A jelentkezési határidő ugye február 15, de ez azt jelenti, hogy addigra már mindennek meg kell lennie. Tehát a jelentkezési lapnak önöknél is kell járnia többször, mi fölrögzítjük ezeket a rendszerben. És itt, ami még lényeges, hogy a diákunk, tehát maga a vizsgázó szabadon megválaszthatja a vizsgaszintét, hogy közép vagy emelt szinten szeretne részt venni az érettségi vizsgán. Ugyanakkor azt szeretnénk kérni, tehát sok éves tapasztalatunknak köszönhetően, hogy a szaktanárról mindenképpen konzultáljon. Ha a szaktanár azt mondja, hogy ő nem javasolja az emelt szintet, akkor higgyék el, hogy ezt nem azért mondja, mert a gyermeküket nem tartja rá alkalmasnak is pikkelni szeretne rá, hanem egyszerűen azért, hogy ne érje hátrány, ne rossz
pontot szerezzen, vagy ne adj Isten, ne sikerüljön neki az érettségie. Ha minden igaz, akkor Szendi Gabriella tanárnő már a három végzős osztálynál már volt bent, elkezdte ezeket a papírokat beszerezni, a jelentkezési lapokat, illetve most kiosztott, és a hozzá kapcsolódó dolgok ugye megtörténtek. Erről a jelentkezési lapról beszéltlek, mondja tanárnő. Igen, csak azt szeretném közben mondani, hogy így van, ki lettek osztva a lapok, és ugye a személyigazolványok, lakcímkártyák, születésanyagkönyvi kivonatok, ezek lefénymásolásra kerültek. A gyerekektől a törzslap kivonatokat begyűjtöttük, ott az eredetire van szükség, és igazából ezt a tegnapi nap folyamán osztották ki ugye az osztályfőnökök ezt a lapot, és ahogy mondta Ferenci tanárnő, ugye több körös a dolog, lesz egy piszkozat, amit ők behoznak kézzel írva, rögzítjük géppel, azt ki fogjuk nyomtatni, újra hazaadjuk, leellenőrzik, újra aláírják, és a végén egy másik nyomtatványnak az átvételével válik igazából majd teljessé lezárta a dolog, amin a visszaigazolás lesz, hogy akkor ezeket és ezeket a tantárgyakat választotta, és azon, akinek mentessége van, az is már rögzítve lesz, hogy többletidő, felmentés, olyan felmentés, tehát az lesz a végső. Itt ugye a vizsgatárgyak neveit a rendes érettségi vizsgázóinknak beírtuk. Aki előrehozottat szeretne tenni, ugye itt be kell írni a vizsgatárgynak a nevét, és ugye itt kell bejelölni, hogy közép vagy emelt szinten szeretne majd ugye vizsgázni. Az érettségi vizsgának ugye a feltételeit, tehát amint mondtam, mindenképpen érettségi bizonyítvány, az 50 óra X. Maga ez a jelentkezési lapnak ugye a beadása, és itt felhívnám a figyelmet, ugye, hogy itt mindenképpen lényeges az, hogyha nem 18 éves, tehát ugye az előrehozott vizsgázók esetén nagyon fontos nekünk ugye a szülőnek is az aláírása. Fontos, hogy az jelentkezési lappal együtt megérkezzen a mentességi kérelem is. Bármilyen könnyítése van a gyermeküknek, azt mindenképpen adják be, újból be kell adni. Tudom, itt van nálunk már maga a szakvélemény, írtak már kérvényt, de az nem az érettségére vonatkozik. Ez alapvetően nem nekünk kell, ezt nekünk is fel kell rögzíteni a rendszerbe, és ha már mondjuk van neki bármilyen érettségi vizsgája, akkor annak az eredeti példányát kérnénk szépen a törzslap kivonatával szintén behozni. Például, ha közepe van, és ugye emeltezni szeretne, akkor, vagy pedig bármilyen más egyéb vizsgája van. Lényeges az, hogy a kötelező vizsgatárgyak a magyar matematika történelem, ugye, és az élő idegen nyelv, és van egy választott tárgy, ugye itt jönnek leginkább előre ugye az előrehozottasak, tehát a 10-11. Évfolyamos diákjaink, mert az idegen nyelvet és ugye a választott ötödik tárgyat tudják letenni alapvetően előre. És itt nagyon-nagyon fontos, hogy ami jó, hogy ugye nem sokára mennek majd az edukációra, illetve ugye meg tudják nézni ezeken a felvi.hu-n, hogy milyen felvételi követelményi rendszereket ad az az egyetem, ahova szeretnének menni a gyermekeik. Az előrehozott érettségizők ugye 10-11. Évfolyamban idegen nyelvből tudnak tenni, és fontos, hogy itt rögtön le kell tenniük majd az osztályozó vizsgát. Ez egyben azt is jelenti, hogy 10-11-12. Évvégi osztályzatai a vizsgán letett jegyek lesznek. És a másik, amiből még ugye tudnak, ez a földrajz, digitális kultúra, kémia és az egyéb természettudományok, mert ott befejezték már a tanulmányaikat, ezért ebből tudnak előrehozott ugye érettségit mindenféleképpen tenni. Tehát, hogy itt, ami a pirossal ki is van emelve, hogy a középiskolai tanulmányok befejezését megelőző tanévben le kellett zárulnia, ellenkező esetben osztályozó vizsgát kell mindenféleképpen tenni. Még ez is lényeges, ami szintén pirossal ki van emelve, ha jelentkeztek, azt mi már fölrögzítettük a rendszerből, ezt nem lehet megváltoztatni. Nem tudjuk mi sem megtenni, hogy mégsem, nem tudom én, közép, hanem emelt szinten, vagy emelt és közép szinten szeretne menni, vagy bármilyen másik tárgyból. Úgyhogy ezt nagyon-nagyon meg kell fontolni, mert amit most beadnak ugye január végéig, egész biztos, hogy az lesz fölrögzítve a rendszerbe, és ennek köszönhetően abból is kell majd érettségizni. Itt
ahogy mondta az előbb Szendi Gabriella tanárnő, ugye begyűjtötték a végzősöktől már a születési anyakönyvi kivonatokat, a személyigazolvány, lakcímkártya. Itt nagyon-nagyon fontos, hogy aki még eddig nem tette be, nem hozta be, vagy nem volt itt, mindenféleképpen pótolja. A másik, ugye a mobilszám és e-mail címre van mindenféleképpen szükség, és majd egyébként a felvételi eljáráshoz, ugye az ügyfélkapóhoz is. Tehát ami lényeges, hogy minden 12-esnek feltétlenül legyen ügyfélkapuja, ha 10-11-esek is megcsinálják már, az annál jobb, mert hogy előbb-utóbb úgyis szükség lesz rá, valamint ugye akkor az eredeti törzslap kivonatot kell ide mindenféleképpen csatolni. A február 15-e után már sajnos nem tudunk jelentkezést se befogadni, sem azon változtatni, ezt addig kell mindenféleképpen ezt eldönteni. Itt még egyszer szerepelnek ugye az úgynevezett kötelező érettségi tárgyak, tehát nálunk, ugye mivel gimnázium vagyunk, 5 tárgyból kell mindenféleképpen vizsgázni, ebből 4 gyakorlatilag adott, ezt nevezzük ugye a kötelező tárgyaknak, az 5. pedig a választható tárgy, ami jelen esetben a mi helyi tantervünket ugye figyelembe véve, tehát lehet bármilyen másik idegen nyelv, kémia, biológia, földrajz, digitális kultúra, és ami lényeges, hogy ugye a szegény végzőseink még tanulnak filozófiát, etikát, társadalomismeretet, ezekből nem lehet, már csak állampolgári ismeretekből lehet vizsgázni, sajnos a jelenlegi rendszer szerint. Ez az oktatás.hu köznevelés és érettségi, itt vannak a különböző vizsgatárgyak és vizsgaleírások. Bocsánat, csak közben megpróbálom beengedni itt, mert valakik mégis szeretnének csatlakozni, hát ha be tudom őket. Mindenképpen, tehát a prezentációt odaadjuk, elküldjük az osztályfőnököknek minél hamarabb, és akkor ők ezt ki fogják mindenféleképpen tenni. Tehát, hogy itt jött elő ugye a vizsgatárgyak tekintetében, hogy azok a vizsgatárgyak, amik nálunk nem tanítunk, például ugye nem tanítunk közigazgatási ismereteket, vagy belügyi rendészeti ismereteket, ezekből vizsgázni lehet, egy másik iskolába kell vendégtanulói státuszt kérvényezni, ott leosztályozó vizsgáznak belőle a diákok, leérettségiznek, és ezzel a törzslap kivonattal fognak hozzánk jönni, tehát semmi akadálya nincs, hogyha olyan tárgyból szeretnének érettségizni, ami nálunk nincsen. Nálunk ugye jelenleg nincsen kisebbségi nyelvvel, meg egyébben rendelkező részek. Megint itt van ugye kiszínezve itt a felvételi lap. Alapvetően itt a felső részt mi most nem is kérjük, hogy kitöltsék, mert ezt majd át fogja emelni a rendszer, mikor feltétlenül kinyílik a rész. Akkor itt azt lehet látni, hogy ugye mi annyit kérünk összesen, hogy a születési nevét adják meg ugye a gyermeküknek, a vizsgatárgyat, és itt a közép és emelt szintet feltétlenül írják be. A mentességek esetén, amilyen mentességgel tudnak élni a gyermekeik, ugye itt azt lehet mondani, hogy például, ha matematikából mentes valaki, akkor tud másik tárgyból vizsgázni helyette. Létezik olyan, hogy írásbeli helyett szóbeli, szóbeliből írásbeli, illetve mindenképpen van ugye a klasszikus hosszabb felkészülési idő, és bármilyen számítógépes kedvezményt, vagy számítógép használatot lehet még mindenféleképpen kérni. Tehát ugye ezek a mentességek léteznek ugye leginkább. Nagyon sok mindent, amit egyébként ugye a szakértői véleményben leírnak, nem tudunk érvényesíteni, mert maga az érettségi rendszer olyan. Ami még ilyen szempontból lényeges, hogy az írásbeli szóbelivel szeretnék érvényesíteni, vagy bármi ilyesmi történik, mindig nézzék meg, hogy például ott a nyelvvizsgával kapcsolatosan lehetnek egyéb problémák, vagy maga az egyetem mit kér ilyen tekintetben a gyermeküktől. Tehát az érettségi vizsgára történő jelentkezésnél alapvetően már ott kell legyen, hogy mindenképpen a kérvény. Ami még a szívükre helyezném, az érettségi időpontokat. Ugyanis mikor május 6-án elkezdődik az érettséginek a hete, akkor az első héten 9-kor kezdődnek az írásbelik. Az azt jelenti, hogy
hozzánk is, meg gyakorlatilag emelt szintre is, körülbelül egy órával előbb meg kell érkezni, tehát 8 órakor, ez mind közép és emelt szinten. Tehát ez azt jelenti, hogy ha valaki előrehozottat csinál angolból, németből, azok is 9 órakor kezdődnek, a második héttől viszont 8 órakor kezdődnek az érettségi vizsgák. Sajnos belefutottunk többször abba, hogy már a második héten is 9-re jöttek a diákok. Az a baj, hogy ha késve érkeznek, tehát ha 8 óra után nem kezdheti meg a vizsgát a vizsgázó. Ennek köszönhetően akkor ebben a vizsgai időszakban elesik ugye ettől az egész rendszertől, illetve még tud esetleg dupla szóbelit tenni, de ugye ez már teljesen más pontozásnak számít. És akkor ugye itt el is érkezünk ahhoz az időszak, ahhoz a táblázhoz, ha megnézik, hogy akkor a szóbeli vizsgák ugye június 5-től 12-ig, illetve június 17-től ugye július 3-áig fognak tartani itt a szóbeli érettségig. Ezt ha megnézzük, ugye már itt abszolút a tanévnek a végén találhatóak. Megpróbáltuk a tanévrendjét nálunk úgy összeállítani, hogy ne ekkor menjenek el kirándulni az osztályok, hogy el tudjanak menni mind emelt szintű, mind pedig ugye részt tudjanak venni a középszintű vizsgákra. Nem véletlenül az, ha megnézik, hogy június 17-től mi ki is adtuk tanítás nélküli munkanapnak, mert nálunk onnantól kezdve kezdődnek ugye a szóbeli vizsgák. Nézzük gyorsan a szóbeli vizsgáknak a fajtáit. Itt a rendes érettségi vizsga, ez tiszta sorra 12-esek tesznek rendes érettségi vizsgát. Gyakorlatilag ezt ekkor tudják megtenni, illetve ha valami oknál fogva itt az érettségén megbuknának, ugye akkor itt első alkalommal tett érettségi vizsga. Az előrehozott érettségi vizsgát tesznek alapvetően a 10-11-esek. Itt ez lesz ennek a neve, és ilyenkor kapnak ugye törzslap kivonatot a vizsgázók. Tehát minden olyan, ami idegen nyelv, vagy aminek a tanulmányait már ugye befejezték. Itt akkor számít még, de nagyon remélem, hogy ilyen nálunk nem lesz, ha valami oknál fogva egy végzős diákunk megbukik év végén, mármint a tanévnak a végén, tehát 12-nek az évnek a végén, akkor ott annak a tárgynak a kivételével elmehet vizsgázni, amiből megbukott, és akkor minden tárgyból előrehozott érettségi vizsgát tett. Tehát ez az egyedüli ilyen kitétel, de ilyenre nem nagyon volt példa még az iskolában, és remélem nem az idén fog mindez elkezdődni. A Dálnoki Szabolcs tanár úrnak átadjuk a szót. Egy pillanatra azzal szeretném kiegészíteni, nehogy félreértés legyen ebből, hogy ez nem csak valamely választott érettségi tárgyból való bukás esetén érvényes, hanem az azokon kívüli tárgyak esetén is, akár egyből való megbukás esetén, az összes többi, amiből jelentkezett érettségire, az akkor átminősül előrehozott érettségi vizsgává. Jó, és tulajdonképpen a tényleges érettségi bizonyítványt proforma majd az őszi időszakban tudja az illető megkapni, amikor már ugye túl van, remélhetőleg akkor már sikeres augusztusi pótvizsgán, a másik tárgyból. Nem tudom, érthető volt ez így. Tehát tulajdonképpen most tényleg egy abszurd példát mondva, mondjuk testnevelésből megbukik az illető, és persze testnevelésből nem akar érettségi vizsgázni, de ettől még a testi bukása az hátráltatja, tehát az összes többi vizsgája előrehozottá válik. Nagyon szépen köszönjük, tanár úr, és igen, ez egy nagyon-nagyon fontos észrevétel volt, tehát hogy itt tényleg az a lényeg, hogyha ha megbukik bármiből, akkor előrehozott vizsgának számít onnantól kezdve ugye a vizsgája. És ami még itt lényeges, ha valami oknál fogva itt ezen a dián, amit most látunk, hogy ha valami oknál fogva nem sikerül az érettségi vizsgája, tudom, vettük, sajnos mondtam, hogy úgy néz ki, hogy elértük azt a limitet, be fogunk menni majd az osztályokba, és ott fogunk tartani tájékoztatót, nem tudjuk másképp megoldani. Úgy látszik, hogy a Google Meet, most, hogy már nincs Covid,
sajnos húzott egy ilyen határt, amikor nem tudunk olyan sok embernek érettségi tájékoztatót tartani. Szívesen. Tehát visszatérve itt arra, hogy ugye egy alkalommal szintemelő érettségi vizsgát lehet tenni, úgymond mindenféle fizetés nélkül, tehát ha valami oknál fogva, például a középszintű érettségi vizsga jól sikerül, úgy akkor értelemszerűen tud emelt szintű érettségi vizsgát tenni a következő évben. Viszont többen vannak olyanok, hogy kapásból emelt szintű érettségire jelentkeznek, mindazok ellenére, hogy azt mondjuk, hogy ez nem igazán jó szaktanárként, akkor a következő évben tud tenni úgymond ilyen szintcsökkentő vizsgát, ami bár szintemelőnek számít, tehát hogy akkor következő időszakban ugye már csak középszintű érettségi vizsgát fog tenni, például matematikából fordult ilyen elő ugye az elmúlt időszakban, amikor bár javasoljuk, hogy ne menjen feltétlenül arra, de mégis elmegy, és utána azt látja, hogy nem tudja megugrani, tehát hogy a szintemelés az le és fölfele is működik jelen esetben. Ami még itt a diának az alsó részén látható, hogy ugye sikertelen előrehozott érettségi vizsgát, javító és pótló vizsgát ugye lehet kiváltani. Például ugye itt a 10-11-esekhez szólok leginkább, hogyha valami oknál fogva nem sikerül ugye a vizsga, nem tudnak, tehát hogy nem tudnak elmenni, nem tudtak fölkészülni, akkor kétféle variáció van. Hogyha a diáknak felróható okból nem történik meg az igazolása a távollétének, akkor jelen esetben megbukik a diák, és javító vizsgát tehet. Viszont a javító vizsgát csak az következő rendes érettségi vizsga időszakban tudja megtenni. Ez a 10-11-nek azért lényeges, mert ha most nem sikerül, akkor csak a következő év végén tudja, tehát ősszel nem tud úgymond vizsgázni javító vizsga esetén. Ezért kérjük azt, hogy alapvetően mindenképpen igazolja a távolmaradását, még akkor is, hogyha tudja azt, hogy ő nem szeretne vizsgázni, mert így meghagyja az őszi vizsgázásnak a lehetőségét. Tehát a szintemelő érettségi vizsgát mindenképpen megbeszéltük már. Ugye itt, ami még lényeges, ez majd a 10-11-ben, hogy mindig szeptemberben, nagyon-nagyon korán, tehát visszatérünk az iskolából, akkor tudnak jelentkezni majd emelt szintű vizsgára. És itt a pótló és javító vizsga esetén, amit mondtam, ugye szakkifejezés, a pótló érettségi vizsga akkor, ha fel nem róható okból, ugye nem kezdi meg. Például informatikából, illetve digitális kultúrából nem tudott úgy felkészülni, ezért inkább el sem megy vizsgázni, hoz erről egy orvosi igazolást az önök gyermeke, és akkor ősszel el fog tudni menni vizsgázni. Míg ha nem hoz igazolást, akkor felróható ok lesz a távolmaradása, és onnantól kezdve javító érettségi vizsgát kell, hogy tegyen, akkor azt viszont már csak 12-ben fogja tudni megtenni egy 11-es, tehát ezért szoktuk azt mondani, hogy mindenképpen hozzanak igazolást akkor, hogyha valami oknál fogva távol maradnak ugye a rendszertől. Vannak ilyen, ez jelenleg ugye az önök gyermekeit nem érítik, ilyen kiegészítő, ismétlő vizsga, amikor ugye javítani szeretnének, ez akkor lesz majd érdekes, ha valami oknál fogva nem veszik föl a gyermeküket, vagy más szakirányba szeretnének elmenni, akkor jönnek majd számításba ezek a vizsgatípusok. Itt ismét ugye szerepel ez a késés, a hiányzás. Mindenképpen azt mondjuk, hogy egyeztessen az osztályfőnökkel, illetve ott velünk a vezetőséggel, abban az esetben, ha nem tudnak eljönni, szóljanak, és mindenképpen orvosi igazolással a távollétüket igazolják, és akkor megnézzük, hogy mit tudunk ugye mindenféleképpen tenni itt a rendszerben. Ugyanis előfordulhat olyan is, hogy a vizsgát megszakítja a vizsgázó valamiért, rosszul lesz, ez lehet mind az írásbelin, mind a szóbelin, és ugye annak függvényében, hogy ez hol történik,
akkor ez egy abszolút egy viszmajor helyzet, amit megpróbálunk megoldani, és vagy új szóbelit tesz még abba a vizsgai időszakba, vagy duplán szóbelizik az írásbeli miatt. Tehát mindenre van megoldás, csak nagyon fontos, hogy mindenről alapvetően egyeztessünk. Ha megvolt az írásbeli, ugye utána jönnek mindenképpen a szóbeli vizsgák. Itt fognak kapni majd a jelentkezés után alapvetően egy beosztást. Minden egyes diáknak ott van a nyitó értekezlet, hogy mikor, melyik időpontban van. Erre teljesen minden, hogy előrehozott vagy rendes, itt meg kell jelenni, mert itt kerül kihirdetésre a beosztás, itt kerülnek a jegyek, az emelt szintű pontszámok, és itt még ami lényeges, hogy a beosztás előtt mindig legalább egy órával meg kell jelenni. Ez emelt szinten különösen érdekes, mert nem fogják az embereket megvárni. Tehát a vizsgabizottság ugye halad tovább, nem jelenik meg, stb. Akkor, tehát ugye ez megnehezíti alapvetően a vizsgázó dolgát, és meg akkor tudott mindenféleképpen akklimatizálódni. Ami ugye a rendes érettségi vizsgázók esetében, hogy a felelés folyamatos kihúzzák ugye a tételt, és utána felkészülnek, majd beszámolnak róla. Itt a felkészülési idő 30 perc legalább, és ugye ez mindig megvan, plusz mellette ott van ugye a 15 perc felelet, ez van ugye középszinten az idegen nyelv kivételével, tehát egy gyerek alsó hangon, tehát egy vizsgázó alsó hangon körülbelül egy órát tölt benne a vizsgán. Ezt ki kell bírnia, nem tudjuk kiengedni alapvetően a jogszabályi dolgok miatt mosdóba a diákokat, úgyhogy erre mindenképpen készüljenek fel, hogy előtte lehetőleg menjenek el ki mosdóba. Ennyi lenne az érettségi, amiről szerettem volna beszélni, és akkor ezek után térnénk rá magára a felvételi rendszernek ugye a változásaira, illetve hogy a... Szuper, tehát köszönöm szépen Berecki Judit tanárnő, akkor megosztottad ezek szerint a linket, és itt tudnak, meg tudják. A saját gépemben, és akkor csak annyit szeretném mondani, hogy igazgató asszony is közben megérkezett, és nem tud becsatlakozni, és így tudja hallani azt is, amit te most így mondasz. Jó? Úgyhogy ha esetleg ő valamit nekem jelez, vagy ír, vagy nem tudom, akkor továbbítom, jó? Hogyha esetleg valami ilyesmi van, mert őnek is se sikerült belépni. Jó, igen, közben nekem is írt, úgyhogy ha bármit közben mond majd az igazgatónő, akkor, vagy ír nekünk, akkor ezt feltétlenül mindenféleképpen továbbítjuk. Nagyon szépen köszöntöm. Én gondoltam, hogy valami ilyesmivel meg tudnánk ezt oldani, de akkor ezt köszönöm szépen, tanárnő. Szendi Gabi tanárnő? Annyi, hogy közben megtaláltam, hogy a személyes Google fióknál 100-nál leszabályoz, de egyet mondja még, légy szíves, Judit, hogy mi a helyzet akkor... De nekem ez nem személyes. Én direkt az iskolaival csináltam. Hát, de aki belép, tehát mindegy. Azt mondd el még, légy szíves, hogy aki emelt szintre véletlenül nem tud elmenni, mert aznap rosszul lesz, amikor a szóbeli vizsgája lenne, akkor mi az eljárásrend, jó? Jó, igen, nagyon szépen köszönöm. Ez fontos. Igen, tehát ez nagyon lényeges, itt vissza is teszem az érettségre közben addig ide a jelentkezési lapot. Tehát ha valaki emelt szintre nem tud elmenni, azt szeretnénk kérni, hogy alapvetően betelefonálhat oda is, ahol vizsgázna, de nagyon-nagyon fontos, ugye nálunk fognak jelentkezni, mi tudjuk eldönteni, és nálunk az igazgatónő tudja úgymond elintézni ezt az egész eljárásrendet, tehát hogy bejönnek ide, jelzik, hogy beteg a gyermekük, elküldik lehetőleg nagyon-nagyon gyorsan az orvosi igazolást. Mert mi abban a pillanatban a kormányhivatallal felvesszük a kapcsolatot, az igazgatói engedéllyel együtt, az orvosi igazolással együtt, a kormányhivatal, ha van még vizsganap, főleg ugye a szóbelin, akkor ő át tudja tenni a diákot a következő napra, ha csak rövidebb rosszul létről beszélhetünk. Tehát azért lényeges, hogy hozzánk minél hamarabb bejusson az, hogy nem jutottak el, és akkor föl tudjuk venni a kormányhivatallal a kapcsolatot etére. Erre gondolt el, ugye Szendi Gabriella tanárnő. Szerintem erre gondolt.
Igen, pontosan ezt akartam hallani, köszönöm. Jó, mielőtt tovább mennénk, megkérdezném, hogy az érettségivel kapcsolatosan lenne egy kérdésük itt az itteni jelenlevőknek, és közben én rátekintek az igazgatónőre is, hogy ő szeretne valamit hozzáfűzni ehhez a témakörhöz. Jó, hogyha nincs az érettségivel kapcsolatosan, aki később tudott becsatlakozni, annak is elmondanám, hogy ezt a PPT-t mindenképpen továbbítjuk, illetve ami még fontos, hogy mind az osztályfőnökön keresztül, mint Szendi Gabriella jegyzőasszonyon keresztül, illetve Dálnoki Szabolcs is ugye ebben az egész rendszerben, mint ilyen vezetőség itt abszolút részt vesz, hozzánk tudnak fordulni, akár e-mailen, akár személyesen a gyerekek is, meg önök is, mint szülők, és akkor megpróbáljuk megoldani a problémát. Akkor először is az első kérdés, Anne Hrab. Üdvözlöm, Rabec Anett vagyok, a Halász Balázs anyukája. Üdvözlöm, Anett. Sikerült, így, bocsánat. Az lenne a kérésem, hogy a Balázsnak még most intéztük a személyét, mert lejárt, és szerintem egy ilyen 10 napon belül ígérték, hogy meg fog érkezni. Én nem emlékszem, hogy én adtam volna be bármilyen másulatokat, hogy én ezt meddig tudom beadni még. Úgy van, hogy a Szendi Gabriela tanárnő bement, akinél ott volt a személyigazolvány, meg egyebek, azt ők lemásolta, tehát nagyon sok mindent, vagy a tavalyi évről ugye áttettünk az idei évre. Azt szeretnénk kérni, hogy alapvetően, ha egy mód van rá, reméljük ez január végéig megérkezik, addigra hiánypótlásként még mindent föl tudunk rögzíteni a rendszerbe. Ja, jó, rendben, elvileg megérkezik, azt mondták, igen, mert de végül is kiderült, hogy tavaly nagyon-nagyon lejárt, csak nem vettük észre, meg így nem is sikerült, úgyhogy akkor pótolom. Köszönöm szépen. Jó, köszönöm szépen én is. A másik jelentkezőnk Pora Pora. Jó napot kívánok, Pora Anita vagyok, a Pora Nagy Csenge anyukája. Közigazgatási ismeretek vizsga. Ez minket nagyon érint. Úgy tudom, Juditot kereste is Csenge ma. Én is próbáltam a Trefortot mellérni, ott sem tudnak semmit. Azt mondták, hogy a kormányhivatalhoz kell fordulni. Nyilván a jelentkezési lapír, esetleg el tudom képzelni, hogy a kormányhivatalhoz fordulunk, na de nem ő fog vizsgáztatni, úgyhogy a Trefortban is elég sötétség van, pedig a Gáspár Csabával is beszéltem, fölvettem a kapcsolatot, ő sem tudott segíteni. Akkor elmondanám most, tehát ugye a közigazgatási ismeretekből ugye nálunk a helyi tanterv alapján, én pont ezért is hoztam föl példaként, ugye nálunk nem lehet vizsgázni. Ez minden tárgyra igaz. Tehát ha szeretnének önök közigazgatási ismeret, honvédelmi ismeretek, belügyi ismeretek, nem tudom én, japán nyelv, vagy bármi egyébbel találkozunk, akkor fel kell venni egy iskolával a kapcsolatot, jelen esetben ugye akár a Trefort, ha ott tartanak közigazgatási ismereteket, akkor ott egy évből legalább le kell vizsgázni, illetve bármilyen tantárgy esetén a helyi tanternek megfelelően le kell vizsgázni, és utána azon a helyen kell majd érettségizni, illetve, és akkor itt jön be az, hogy ott megkérdezik, hogy vállalja-e ugye az érettségiztetést is az iskola, mert úgy működik a rendszer, hogy hogy jelentkezik, de nálunk jelentkezik érettségire ugye mind az 5 tárgyból, ha abból például japán, vagy volt nálunk ilyen, hogy lengyel. A lengyel esetén mi fölvettük a kapcsolatot az adott iskolával, és az adott iskolának megkérdeztük, hogy kölcsönadják-e a tanárukat, levizsgáztatják-e nálunk a diákot, vagy ott helyben megcsinálja a lengyel vizsgát. Ugyanez a közigazgatási ismereteknél, ez a kétféle rendszer van. Tehát nagyon fontos lenne, hogy önök megtalálják azt az iskolát, ahol van ilyen tantárgy, van ilyen érettségi, ott vendégtanulóként tegye meg az osztályzatait, és onnantól kezdve, ha már nálunk jelentkezik közigazgatási ismeretekre, hozza már hozzá a jegyeit, akkor mi föl tudjuk venni a kapcsolatot az adott iskolával, vagy pedig szaktanárral, hogy vizsgáztat-e nálunk ebből, vagy pedig a diákot küldjük át az ő vizsgai időszakukra. Úgyhogy ez így működik. Uh-huh. Annyit hadd kérdezzek, hogy ez a vizsgázás, ugye ennek van valami dátum, vagy kifutottunk, vagy sem. Úgy tudom, hogy a Trefort és az Rényi, ma a Treforttal futottam egy kört, holnap az Rényit megpróbálom.
Van-e valami dátum, ön tud erről esetleg, ameddig kell vizsgázni? Mert ugye most a jelentkezés lapra már szeretnénk feltüntetni, de lehet, hogy felesleges lesz, hogyha... Nem, nem, tehát ugye az a lényeg, hogy neki úgymond az év végi jegyeit, ugyanúgy, mint ahogy a végzősök esetén ugye majd április végén kerülnek lezárásra, az a lényeg, hogy április végéig meglegyen az év végi jegye a gyermekének. Közigazgatási ismeretek egyébként, esetleg érdemes közgássulikat nézegetni még, mert több helyen vannak, azt tudom, és akkor velük fölvenni a kapcsolatot. Tehát az a lényeg, hogy április végéig legyen meg a vizsgája, és ugyanezt mondanám a mi előrehozott érettségizőinknek, tehát akik most 10-11-esek, a mi iskolánkban április 16-án, szívükrevésem, április 16-án lesznek az osztályozó vizsgák, akkor fognak vizsgázni. Szinte minden iskola áprilisban tart még egy vizsgai időpontot pont az érettségi miatt, úgyhogy egész biztos, hogy itt is van közigazgatási ismeretekből, tehát semmiről nem csúsztak le. És ugye egyszerre meg lehet csinálni 3 évet, tehát, hogy egy nap alatt, tehát 2-3 nap alatt akár azt lehet mondani, hogy 4-5 évből is lehet vizsgázni, hogyha éppen olyan az adott tantárgy. Úgyhogy remélem, hogy sikerült segítenem. Köszönöm szépen. Szívesen. Akkor a következő, Konrád, ön lenne itt nekem a sorban. Köszönöm szépen, Berényi Konrád vagyok, Berényi Teklának az apukája. Személyigazolványos kérdésem lenne, ugyanis a Teklának jelenleg érvényes a személyigazolványa, de áprilisban le fog járni. Alapvetően az egyik variáció, azt szoktuk erre mondani, hogy érdemes előrehozni esetleg tehát magát a személyigazolványnak a megcsináltatását, igen, köszönöm. Vagy a másik, most őszinte leszek, amikor például, hogyha emeltre megy, ugye ott igazolja leginkább magát személyével, nem futnak össze a rendszerek. Tehát mi most jelentkeztetjük ezzel, akkor sincs igazából probléma, mert akkor utána módosítjuk, de alapvetően azt szoktuk kérni, hogy inkább hamarabb, tehát hozzák előrébb, mert akkor február 15-ig a rendszerbe úgy tudjuk fölvinni. Most megint megkérdezem Szendi Gabriella tanárnőt, mert ő a fő jegyzőgurunk, meg a Dáloki tanár úr, hogy ők mit gondolnak erről. Én úgy tudom, hogy most a kormányhivatalok azok szeretik a dátumhoz kötni igazából tehát a megújítását a személyigazolványoknak, mert ugye most már születési dátumhoz kötik ezt. Régen megcsinálták ezt gond nélkül korábban, most viszont mondta már olyan tanuló, hogy elküldték, hogy még ne menjen, mert még van egy hónapja. Tehát be lehet próbálni a kormányhivatalon, ezt szerintem nekünk az a lényeg, hogy akkor legyen érvényes, tehát nekünk február 15-ig mindenféleképpen legyen érvényes, ez az első legfontosabb. Addig érvényes természetesen. Hát és utána viszont ugye azt tudjuk tenni, hogy ha okmányváltozás van, akkor ugye tudunk a változásról ugye az OH-nak majd küldeni. Hát meg tudjuk kérvényezni azt, hogy ugye változást szeretnénk az adatokban közölni. De egyébként, ahogy mondta Ferenc tanárnő, a fényképet nézik onnantól kezdve utána. Meg úgy is viszi a gyerek a vizsga behívóját is, ugye, amin meg rajta vannak az adatai. Jó, meg lehet próbálni a kormányhivatalba, de szerintem lehet, hogy el fogják küldeni önöket, mert hogy most az április... Ezért nem el, mert hogy márciusban akartuk intézni, mondván, hogy hát ugye áprilisban fog lejárni. Hát másik alternatíva az lehet még, hogyha van érvényes útlevele, és az mondjuk az érettségi vizsga végéig legalább érvényes, tehát mondjuk július 8-áig, akkor az útlevelet is el tudjuk egyébként fogadni, és akkor ott nem lesz adatváltozás közben a számot tekintve. Tehát, hogy akkor szerintem még... ez az utóbbi lesz, mert 2034-ig érvényes az útlevele. No, hát akkor Teklát, akkor hozza be Tekla az útlevelét is, és akkor beteszem oda a személyigazolványának a fénymásolata mellé azt is, és akkor az alapján jelentkeztetjük meg, azt írja be majd a papírjára is. Akkor valószínűleg ennek van a legkevesebb adminisztrációs terhe, így a hosszabb távra. Hát ezt nem kell plusz utólag az OH-nak megküldenünk, tehát ez akkor biztos. Oké, akkor ez lesz. Köszönöm szépen. Jó, és akkor Fazekas Anett. Jó estét! Az iránt érdeklődnék, hogy előrehozott érettségi-nél idegen nyelvből volt egy ábra a középszintű és az emelt, hogy milyen időszakban van. Azt meg tudná esetleg még egyszer mutatni, hogy melyik szintre, melyik időszak érvényes, mert ott egy kicsit leragadtam, elnézést kérek. Jó, közben haladok előre itt a diám.
Ugye itt az a lényeg, hogy az írásbeli az mindig ugyanazon a napon van, mind emelt, mind középszinten. Ugye a középszintet azt nálunk írják benne az iskolába, ugye ez az első hét, a május 6-7-8-ai héten vannak ugye a nyelvek, és tehát ugye a szóbeli vizsgák ugye júni 17-től július 3-áig lehetnek, ez azért lényeges, mi alapvetően a középszintűeket június közepéig csináljuk. Itt megkérném, ne ekkorra tervezzenek utazást. És ugyanígy az emelt szintű esetén a június 5-től 12-ig nem nagyon tudunk módosítani. Tehát a kormányhivataltól sem tudunk más időpontot kérni, mert általában 2-3 napig tart egy-egy vizsgabizottságnak a munkája, akkorra fogják betenni a gyermekeiket. Ez azt lehet mondani, hogy itt tényleg, ha csak nem nagyon-nagyon beteg a gyermekük, itt nem nagyon van lehetőség. Most legutóbb volt egy olyan, hogy ilyen nagy világbajnoki vizsgára ment az egyik diákunk a tavalyi évben. A szóbeli vizsgát nagyon-nagyon nehezen tették át másik napra. Csak ezért mondom, hogy még ilyen külön indoklással, repjeggyel, tehát hogy még azt is nehezen tették át. És ugye maga az emelt szint már nem rajtunk múlik. Értem, köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Jó, közben akkor megkérdezném, lenne még kérdés itt az érettségivel kapcsolatosan? Igen, hallgatom. Bocsánat, elnézést, csak Csenge is itt van közben, és mert vége lett az olasznak, és már mondja is itt a kérdéseit. Ugye angol faktra váltott, nem is mondom a részleteket, az a kérdés, hogy mivel ő idéntől kezdte el tanulni az angol faktot, osztályozó vizsga kell-e neki? Mivel ugye van jegye. Van jegye. Tehát angolból... Nem értem a kérdést. Tehát angolból van jegye, tehát a fakultáció, meg az angol teljesen más. Tehát jelen esetben a angolból van jegye, amiből van jegye, abból tud vizsgázni bárki. Ha nincs jegye, akkor osztályozó vizsgát kell tenni. Ennyire egyszerű igazából a történet. De az angol faktot is be lehet írni, mint osztályzat, ugye? Nem? A felvételire? Nem a felvételire. Nem a felvételire, alapból. Nem is, de esküszöm, hogy elkampajogtam én is. Igen. Mert ugye az volt, ez a történet, ugye, hogy a történelem... Az érettségi angol nyelvből szól. A felvételi pontszámvívés, az teljesen más, az most fog jönni, tehát maga az érettségi az angol nyelvből szól. Ott angol nyelvből kell, hogy legyen tárgya. Ha angol nyelvből nincs tárgya, akkor nem tud angolból érettségizni. Eltűntek Csengé. Jól értettem akkor ugye a faktot. Jól értettem akkor, ugye, hogy a fakt az nem számít az angol órába, tehát akkor osztályozó vizsgát kell tennie a Csengének. Ez így van, tehát ha ő nem tanult nálunk angol nyelvet, akkor angolból legalább 4 évből osztályozó vizsgát kell tennie. Köszönöm szépen. Köszönöm én is. Jó, ha nincs további kérdés a történethez, akkor haladnánk tovább itt a felvételi rendszerek tekintetében. Ugye azt kell, hogy mondjam, hogy az egyik legnehezebb helyzetben vannak a jelenlegi végzőseink, és ugyanígy azt lehet mondani a következő évek, tehát a 11-10-eseink is, mert egy teljesen új rendszerre kell átállni, amiről alapvetően nem tudjuk a különböző dolgokat, hogy milyen lesz ugye a bemeneti rendszer. Egész biztos, ami lényeges, hogy nincs emelt szintű kötelezettség, alapvetően csak nagyon-nagyon kevés egyetemre. Ez azt jelenti, hogy alapvetően nem kell emelt szintű érettségi vizsgát tenni, viszont mindenképpen érdemes, mert ugye a pontszámok miatt és a többletpontok miatt ahhoz, hogy államilag támogatott rendszerbe bejuthasson valaki, szükséges az emelt szintű érettségi. Ugyanis azt lehet mondani itt a plusz pontok esetében, illetve maga a százalékos rendszer majd nem sokára meg fogom ezt mutatni. Amit ajánlunk tanácsként minden egyes
mind végzőseinknek, illetve tizediktől felfele, írják ki azt a felvi.hu-ról, hogy milyen képzésre szeretnének jelentkezni, ott milyen pontszámokkal adnak pluszpontokat, illetve milyen követelményrendszer van. Ugyanis akkor nézzük meg, hogy hogyan állnak ugye itt a különböző pontszámítási módok. Mindenképpen ugye azt lehet mondani, hogy összesen 400 pontot tud szerezni a vizsgázó, vagy ugye a felvételiző, tehát a tanulmányi pontszámok esetén, ez ugye az egyik az, és ehhez jönnek hozzá ugye az érettségi pontok. Az érettségi pontokat is ugye itt lehet duplázni, tehát ezek igazából azt lehet mondani, hogy a hozott pontoknak számítanak be, és annak függvényében változnak a dolgok. Itt azt lehet látni, hogy például a középiskolai osztályzat tekintetében, ha megnézik, és ugye összeadjuk, hogy 11-ben hány pontja volt ugye a diákunknak, 12-nek hány pontja, ugye ezt összeadjuk, megduplázzuk, és akkor ez lesz a középiskolai osztályzatok. Az érettségének ugye vannak egy átlag eredményei, ezek hozzák ugye az érettségi pontszámokat össze. Ezt mindjárt részletezni fogom, hogy hogyan működik ugye ez a rendszer. Ugyanis az érettségi vizsgatárgyak esetén eltérő módon vannak ugye a százalékpontok. Az számít 100%-nak, hogyha ugye emelt szintet tesz. Ugyanis a középszintű eredménynek a százaléka már csak 85%-ot fog érni. Ezért mondtuk azt jelen esetben, hogyha itt megnézzük a matematikából tett emelt szintet, ugye ez 57 pontra bántódik át, informatikából, digitális kultúrából ugye csak középszintje van, akkor ennek köszönhetően ugye a 85-nek a 85%-a már csak 57 pont, és ezért alapvetően sokkal kevesebb pontot fog érni neki az érettségi pontszáma. Ezért mondtuk azt, hogy alapvetően még mindig javasolt emelt szintű érettségi vizsgát tenni, mert ott 100%-ban kapja meg a pontot, míg középszinten csak 85%-ban tudja a pontokat megkapni. Ugye jelen esetben itt lehet azt látni, hogy és alapvetően ez kell önöknek is kiszámolni, hogy hogyan jön ki jobban az önök gyermeke, illetve hogy jönnek ki jobban. Ugyanis, hogyha vegyük ezt a magyar és történelmet, hogyha ugye itt jelen esetben a százalékról beszélünk, és annak függvényében, hogy miért tesz le, nagyon-nagyon eltérők lehetnek. Ha csak két középszintet tesz, ugye akkor jelen esetben a pontszáma csak 117. Ha már egy emelt szintet tesz bármelyikből, ugye akkor már magasodik a felvételi pontszám. És ezért kell nagyon meggondolni, hogy miből tesznek ugye emelt szintű érettségi vizsgát, mert az fogja vinni, tehát jelen esetben az tekinthető majd pontvívőnek. Ugyanis úgy jönnek össze a pontszámok, hogy ugye van a tanulmányi pont, amit az előbb mutattam, ugye ott onnan kap 200 pontot ez a középiskolai tantárgyakból. Emellett ugye itt van nekünk az érettségi pontszámokra, lehet szintén 200 pontot kapni. Az azt jelenti, hogy ugye amit az előbb mutattam, hogy a közép és az emelt szintűeknek ugye eltérve. És ami egy teljesen újdonság, és ugye itt számítanak igazán a többletpontok, tehát ez 2024-ben, hogy 100 pont intézményi ponttá avanzsálódik. Ugye jelen esetben itt a felsőoktatási intézmény határozza azt meg, hogy mire ad igazából pluszpontot. Ez nagyon-nagyon sok minden lehet, és ezért mondtam azt, hogy ezt viszont egyesével sajnos a felvi.hu-n végig kell nézni, de kiírtam azért egy-két intézményt, hogy ebbe is segítsük a dolgokat. Ugye itt van, mi van, ha kétféle eredmény van, mert óhatatlanul is ugye ezért mondtam azt, hogy érdemes szintemelő gondolkodni. Tehát például most 10-11-be letették ugye a középszintű, vagy le fogják tenni a középszintű érettségi vizsgát. Következő vizsgaidőszakban mindenképpen azt javaslom, hogy tegyenek emelt szintűt. Ugye ugyanezt mondtuk annó most az itt hallgató 12. évfolyamosoknak is, hogy előbb legyen egy középszintű, utána egy emelt szintű érettségi vizsgájuk, mert például most ennek függvényében ki tudják számolni, hogy melyik pontszámmal járnak jobban,
és alapvetően teljesen mindegy, ugyanolyan értékű mind a kettő, azt fogják számításba venni alapvetően a felvi.hu-n, amelyik jobb eredményt ad ugye a gyermeküknek, illetve ugye önöknek. Nagyon fontos, hogy a felvi majd fog küldeni folyamatosan dokumentumpótlást, meg egyébként július 7-éig minden dokumentum legyen fent. Tehát ez az a pont, tehát hogyha nem kerül föl valami, akkor az államilag támogatott képzésekről kiesnek. Viszont lényeges az, hogy július 7-éig mindent lehet pótolni. Ugye itt általában kérnek bizonyítványmásolatokat, ugye érettségit, meg minden ugye többletpontnak ugye a másolatait. Jelen esetben azt lehet mondani, hogy általában többletpontot adnak az emelt szintű érettségi vizsgára bemeneti tárgyként például, általában itt 50, de valahol ugye ma 100 pontot is adnak. Az egyéb ilyen OKTV versenyekre adnak ugye pluszpontokat, és amit még érdemes megnézni, ugye ezek a különböző esélyegyenlőségi pontszámok, amik lehetnek, illetve különbetettem majd diaként, hogyha valaki elmegy tartalékos katonának, akkor arra is kaphat pluszpontot. Lukács Katalin tanárnő? Hallgatunk, tanárnő, mit szeretnél mondani? Tanárnő, nem hallunk ám, csak azt látjuk, hogy jelentkezel. De akkor tovább megyünk addig. Tehát, ugye elfelejtettem bekapcsolni a mikrofon. Tehát egy anyuka nevében kérdezek, aki nem tudott csatlakozni. Van-e a Dobos Piroska nevében, van-e arra lehetőség, hogy valaki egy plusz érettségire bejelentkezzen az 5 kötelezőn kívül, javítási céllal, illetve ha addig más formában meg tudja szerezni a többletpontokat, például a nyelvvizsga, milyen következményei vannak, ha nem megy el a bejelentkezett érettségire? Ez az első kérdés. A második kérdés az, hogy lehet-e egy tárgyból azonnal emeltre jelentkezni? Én tolmácsoltam a kérdést pontosan. Jó, megpróbálok sorba haladni. Jó. Őszinte legyek, bármennyi tárgyból lehet érettségizni, és valljuk be, hogy például tudjuk, hogy az orvosi ugye az egyik célpont, ahol például biológia, kémia. Kapásból valljuk, aki orvosira, állatorvosira akar menni, nincs más lehetősége, alapból hadtárból kell érettségiznie. És akkor ugye itt jön be, hogy persze, de azt mondjuk, hogy mondjuk lehet, hogy szuper jó vagyok digitális kultúrából, abból viszont simán teljesítek mondjuk 100%-ot, de az nem kell oda, de közben jó lesz az érettségi pontnak, tehát ezért mondtam, hogy nagyon-nagyon nehéz, de alapvetően minden, amire úgy érzik, hogy fel tudnak készülni, érdemes jelentkezni. Alapvetően, mert a érettségi bizonyítvány esetén ugye vissza le lehet lépni, illetve akkor jelen esetben ilyen pótló és javító vizsgát tenni, hogyha nem megy el vizsgázni a gyermekük, ott jelen esetben, ha 5 tárgyból leteszi, ugye akkor most megint megkérdezem a Dálnoki Szabolcs tanárurat, meg a Szendi Gabriella tanárnőt, hogy segítséget kérnék jelen esetben, hogyha ugye jelen esetben nem megy el, hogy akkor attól még az 5 tárgyra meg tudja kapni a bizonyítványt. Igen, tanárnő? Igen, én pont ezt akartam, hogy ha megvan neki az 5 tantárgya, akkor megkapja a kék bizonyítványt, és arról a tantárgyból, amit meg nem teljesít, abból fog törzslapkivonatot kapni igazából. Ugye azt akár újra teljesítheti, vagy újra elmehet szeptemberbe, vagy a rákövetkezőbe. Tehát az a lényeg, hogy a kötelező 5, hogyha megvan neki, de egy a lényeg, 1-est nem írunk be a bizonyítványba. Tehát azt az 5-öt, amit teljesít, az fog bekerülni, és gyakorlatilag a többiről meg törzslap kivonat, ha nem teljesít valamit. Igen, tehát még a törzslap... Bocsánat, hogy megragadtam a szót, még egy dolgot elmondanék csak, hogy megnyugtassuk esetleg az osztályfőnököket, meg a szülőket. Ugye mondtad, hogy fel kell tölteni mindent. Ezt is rendszerbe foglalva meg fogjuk kérni az osztályfőnököket, majd ugye, hogy a hónap vége felé beviszik a bizonyítványokat, és akkor a diákok le tudják majd fotózni már az előző éves végeredményeiket, hogy esetleg feltöltésre kerülhessenek ugye már előzetesen és a felvibe majd. Tehát ezt így majd osztályfőnöki órán majd összeszervezve megoldjuk.
Igen, ezt már az osztályfőnökökkel is megbeszéltük, hogy beviszik, hogy már ezeket előzetesen fel tudják tölteni, és akkor tudnak... Ne egyesével jöjjenek a titkárságra, meg oda nem... Egy osztályfőnöki óra keretében beküldjük az összeset minden egyébbel, és akkor már fölt fogják tudni tölteni. Jó, tehát akkor lényeges az, hogy, tehát, hogy jelentkezhet többre, egy a lényeg, hogy 5-ből sikeres érettségi vizsgát tegyen, és akkor már kaphat érettségi bizonyítványt, akkor már tud jelentkezni az egyetemre. Ez volt még, próbálok visszaemlékezni Lukács Katalin tanárnő, hogy mi az, de közben látom, hogy a Szabolcs tanárul is jelentkezik, átadom neki akkor először a szót, utána Kati, majd várom, hogy mi volt még kérdés. Igen, Gabi a lényeget elmondta, én azt az apróságot szeretném hozzátenni, hogy ha a gyermek most még nem 100%-osan biztos abban a szakirányban, amit most választani készül, és ugye elhangzott ez az orvosi vagy állatorvosi irány, de ugyanakkor tényleg mondjuk nyelvekből is nagyon jó, vagy digitális kultúrából, akkor én inkább... kicsit együttérezve a szülőkkel, inkább azt mondanám, hogy többet írjunk be, több tárgyat válasszon, és az nem egy nagy probléma. Jó, persze nekünk egy kis adminisztrációs bosszúság, de ezt leszámítva tulajdonképpen semmi hátránya nem származik a gyermeknek belőle, sőt, és akkor itt szeretném mondani, hogy az igazi előnye abban áll ennek, tegyük fel, hogy mondjuk még az informatikát írta be, persze, idő és energia hiány nem tud belőle vizsgázni, de lesz egy elégtelen törzslap kivonata, aminek a záradékában ott lesz, hogy első javító vizsgát tehet, és erre hivatkozva viszont jár neki majd az ingyenes ismétlés, úgymond ismétlési lehetősége ennek a vizsgának. Ha mégis az orvosi nem jönne be, és rájönne egy-két év múlva, hogy az informatika lett volna a helyes irány. Ingyen tud majd érettségizni. Tehát tulajdonképpen ez az egyenlőnye megvan. Köszönöm. Ez való igaz, ez egy nagyon-nagyon jó gondolat volt tanár, úgyhogy köszönjük szépen. Tehát, hogy lényeg az, hogy igen, tehát, hogy minél, tehát, hogy bármi, ami úgymond szóba kerülhet, érdemes azon elgondolkodni. Lukács Katalin tanárnő, mi volt még? Mert akkor volt ez, hogy igen, lehet többől jelentkezni. Lehet-e azonnal emeltre jelentkezni, nem fontos-e előtte a középszintű letétele? Nem, tehát egyáltalán nem, tehát hogy abszolút lehet rögtön emeltre menni. Ugye a végzősöknél azt kell, hogy mondjam, mivel nekik nincs nagyon választásuk, javasoljuk is, hogyha a szaktanárral egyeztettek, és úgy érzi, hogy sikeres lehet az emelt szintű, akkor érdemes azzal megpróbálkozni, mert az számít 100%-nak, ugye a középszint 85%-nak, tehát ugye ez mindenféleképpen lényeges. Jó, akkor itt a többletpontok esetén, ugye még ami jön, ugye a többletpontot tudnak adni ugye különböző szinten, itt a komplex, meg az egyéb nyelvvizsgákért, ugye az egyetemek, de ami lényeges, hogy egy jogcímen alapvetően csak egy többletpontot tudnak adni, és ugye itt jön be az, hogy maximum, minimum, tehát ezt tényleg meg kell nézni egyetemi szinten. Ami még fontos itt, hogyha valakinek ugye esen is, vagy egyéb ugye mentességgel ért emelt szintű érettségén, akkor megkaphatja ugye jelen esetben a 60%-os eredmény esetén is komplex nyelvvizsgát. Tehát vannak olyan egyéb ilyen plusz lehetőségek, amiknek érdemes utána nézni, tehát ilyen nagyon-nagyon speciális dolgoknak, mert ugye azt lehet mondani, hogy a jelen esetben, ahogy nézzük, a különböző nehezítés mellett levő diákjaink tekintetében, amit majd külön meg fogunk nézni egyébként majd a Kirilla Gabriella tanárnővel is, tehát hogy megkaphatják mindenképpen az egyéb plusz pontokat, tehát hogy ezt lényeges akkor itt elmondani. Jó, itt meg lehet látni, hogy az intézményi pontok, tehát ezek a többletpontok mikre adódnak, és azért helyezem a szívükre, hogy mindenképpen fontos megnézni, konkrétan, hogy melyik egyetemről mi látható, mert speciális, majd mutatom külön, de például a BME-nek, meg az állatorvoson is, ha van külön munkatapasztalata, egyéb intézményi tanulmányi verseny esetében tudnak pluszpontot adni. Ugye most a 10-11-esek előnyben vannak, mert részt tudnak venni bármilyen egyetemi felkészítőn, amiért már pluszpontot tud kapni.
Közben látom, hogy itt a Lukács Katalin tanárnök kérdését meg is válaszolta Berecki Judit, úgyhogy ezt nagyon szépen köszönöm. Tehát jelen esetben mondanám a másik részben levőknél, tehát ugye a nyelvből pluszpontot emeltre és nyelvvizsgára akkor ugye lehet kapni, hogyha azt a nem ugyanabból a nyelvből teszik, de alapvetően a több, mint, tehát hogy azt kell tudni, hogy a felvi.hu meg az egész rendszer a gyerekek oldaláról nézi, hogy ők járjanak jól. Itt még elolvasom közben Dobos Zsófinak a kérdését, hogy az őszi érettség időszakban letenni kivált előrehozott nyelvi érettségi esetében, mikor van az őszi érettségi vizsga. Tehát ugye jelen esetben azt lehet mondani, hogy tartunk egyet szeptemberben. Tehát mindig tartunk az őszi időszakban is egy osztályozó vizsgát. Tehát most lehet letenni áprilisban, meg tartunk egyet szeptemberben. Jó, tehát hogy a 10-11-esek azért nézzék meg, ugye akár az edukációra, ahova most fognak kimenni, hogy miért tudnak még plusz többletpontokat kapni intézményi szinten. És akkor, hogyha tovább megyünk, akkor ugye itt föltettem, hogy az elfelvételi eljárásnak ugye a határidői. Tehát most jelenleg, ahogy az érettségének, tehát ugyanígy a felvételének február 15-e a határideje. Ugye itt a végzősöknek mondom, hogy ugye ezért kell az ügyfélkapu mindenképpen, mert ezt hitelesíteni kell ugye a február 15-éig. A dokumentumok hiánypótlás, ugye azt lehet mondani, megpróbálják itt az érettségi időszakának végére tenni. Ugye egyszer van június 28, és július 12, amikor alapvetően lezár a rendszer. Tehát ezért alapvetően úgy lenne jó, ha úgy fejeznék be a júniust mindenki, hogy minden rendben van a felvételi rendszerrel, mert ellenkező esetben nem nagyon tud ugye államilag támogatottban részt venni. Ugye a ponthatárokat kihirdetik július 26-án, és ott általában egy ilyen nagyszabású rendezvény esetében megtörténik ugye a felvételinek a kihirdetése. Nagyon remélem, hogy mindenkinek örülni fogunk. Jelen esetben, ugye itt a természettudományos tárgyak tekintetében, hogy mit is vigyen, ugye a diák, és akkor itt jön az, hogy majd a 10-11-esekről is beszélünk, de előtte átadom a szót Berecki Judit tanárnőnek. Nem, Judit, ez már nincsen. Tehát, hogy már nem kell természettudományos tárgyat vinni, hanem úgy van, hogy de közben kapcsolok egy kamerát is azért, hogy látszódjam. Tehát, hogy úgy van, hogy most már mindent a felvételi intézmény határoz meg. Tehát én azt tudom javasolni a szülőknek, diákoknak, hogy onnan induljanak el, hogy kikeresnek egy egyetemet, azon egy szakot, és megnézik azt, hogy ott mit számítanak be. Általában egyébként nagyon sok helyen mindent beszámítanak, tehát itt az ötödik tárgy, amit vinni kell pontszámban, az általában majdnem mindent megadnak, ami létezik, de azért ez végig kell szöszölni, hogy mi az, amit elfogadnak, mert ha olyat ír be valaki, amit ott nem fogadnak el, akkor nem tudnak ebből pontot számolni. Tehát ez nincsen már, ez az egyik. A másik meg, hogy itt ugye, hogy azt is meg kell nézni, hogy ez az 50 pont az emelt szintű érettségére, vagy egyáltalán hány pont van az emelt szintű érettségére, hány pont van a nyelvvizsgára. A PPT-n még, ami általában volt eddig, Bocsánat, Judit, azt mondják, hogy nem hallanak a másik részen. Ja, igen, mert a közben meg... igen. Akkor itt is, jó, bocsánat, akkor most két helyre beszélek egyszerre, remélem, nem tudom, hogy nem fogja összegerjedni, de hogy akkor még egyszer mondom, tehát, hogy természettudományos tárgyat már nem kell vinni, tehát ez megszűnt, hanem, hogy helyette azt kell megnézni azt a listát, amit a felvi.hu-n az adott egyetem adott szakán írnak le, hogy milyen tárgyakat számítanak be, és abban nyilván a legjobbat, amiből a legjobb az eredmény, az utolsó két év eredménye, azt érdemes beírni, és ehhez ugye mellékelni a másolatokat. Ez az egyik. A másik meg, hogy az is nagyon fontos, hogy nem mindenhol adnak 50 pontot az emelt szintű érettségiért. Van, ahol ezt még ketté osztották, így próbáltam ilyen szakokat nézegetni én is, mint így osztályfőnök, hogy az orvosi egyetemben például egyáltalán nem jár semennyi pont sem az emelt szintű érettségiért, viszont mondjuk a nyelvvizsgát lehet, hogy még jobban honorálják, mint ez a 20-valahány pont, meg ami ugye volt eddig. Illetve van, ahol ott is, meg sok helyen tartanak külön szóbeli vizsgát, amire szintén el kell menni, és arra jár inkább a pont.
alapon. Tehát, hogy itt most mi nem tudunk, ugye próbáltál nyilván valami általánosságot mondani, de hogy igazság szerint minden szaknak, minden egyetemnek teljesen más lesz a követelménye, és így minden szakon és képzésen más lesz a pontszáma a gyermeknek. Tehát érdemes ezt úgy intézni, mindenféleképpen először keresni egy egyetemet, egy szakot, és azt szerint megnézni ott mik a követelmények. Aztán a másik vágyott egyetem szak, és akkor ebből valahogy összesakkozni, hogy mi legyen a választott érettségi tárgy, mert az is olyan lehet csak, amit ott elfogadnak. Úgyhogy ha a végén esetleg van egy kis idő, meg tudom nyitni a felvin egy ilyennek, hogy néz ez ki esetleg, hogyha van erre igény. Tettem be én is a diába egy-kettő dolgot pont ezért, de valóban nagyon szépen köszönöm. Még amit előzetes kérdés is volt, de közben mi is megnéztünk, ugye itt a fakt vagy az alapóra jegye számít. Ugye ez merül föl, és ugye ez a 10-11-eseket is érinti. Mindig az a lényeg, hogy amint mondtam, hogy az az elv, hogy a felvételiző jól járjon. Viszont itt jön az hozzá, hogy van olyan, amikor nem tud választani, mert hogy csak a fakultáció jegye számít be. Például itt vagyok ugye földrajztanárként. 9-10-es földrajzjegy, az általában ugye azt lehet mondani, az lehet a legtöbbeknek az a pontvívő, de ha már földrajzból fakultál, akkor csak a fakultációs jegyet tudja vinni, ami 11-12-es eredmény. Tehát, hogy ez az egyik variáció. Amikor fakultáció és alapóra is van, vegyük ugye például a matematikát, akkor ott már a diák eldöntheti, ugye, hogy melyiket írja be, hogy a normál alapórás jegye jobb-e, vagy pedig ugye a fakultációs. Tehát itt nagyon lényeges az, hogy mindig a kedvezőt veszik figyelembe. Egyébként ugye ezért kell feltölteni a bizonyítványt, mert ezt ugye összevetik, hogy valós-e valid adatot adott-e meg a felvételiző, és van olyan, hogy ilyen is, meg ugye olyan is, itt mindenképpen az a lényeg, hogy ha egymástól eltérő évben tanulja, mondjuk fakultációt vált, vagy ilyenek, akkor lehet olyan is, hogy csak a fakultációt, csak az alapórát. De lényeg az, hogy mindig, tehát hogy vagy az utolsó két év számít, vagy pedig az, amiből jobb jegye van. Remélem, hogy ezt akkor sikerült tisztázni, mert tudom, hogy ez ilyen nagyon kardinális kérdés szokott lenni, mindig. És akkor itt ugye itt a különböző értékelés alóli felmentések esetén, hogy legalább ugye két évig kell, hogy tanulja, mert akkor tudja pontvívő tárgynak bevinni. Tehát például hiába van most a végzőseinknek filozófia, de azt csak egy éven át tanulják, ezért nem tudják azt a pontvívőnek vinni. Ugyanígy az etika, nem tudják pontvívőnek beírni, hiába vannak belőle jó eredményeik, mert hogy nem tanulják ugye két évig. Akkor ugye itt a felmentés a testnevelés esetén lehet érdekes, ha valami oknál fogva felmentése volt az egyik évben, akkor szintén nem nagyon ugye tudja vinni. Itt a különböző részmentességeket, meg ezeknek az igazolását szintén föl kell tölteni a rendszerre, és azt akkor ugye figyelembe veszik, általában pluszpontokkal honorálják. Azt gondolom, hogy tényleg nézzék meg, ahogy a Berecki Judit tanárnő is mondta, hogy minél több egyetemnél, hogy mikre lehet plusz dolgokat ugye nyerni, akkor kinyerhet ugye felvételt, tehát a legfontosabb az, hogy legyen érvényes jelentkezési lap, ugye alapvetően megvan az, hogy milyen követelményrendszereket támaszt egy-egy iskola. Itt ugye ez még a régi rendszerben, hogy régen volt minimum ponthatár, most már nincs. Tehát ez az új, amikor teljesen eltörölték ugye a minimum ponthatárt, és akkor ennek köszönhetően ezzel már ugye nem találkoztunk, és vannak ugye egyéb alkalmassági feltételek. Nem is beszélünk erről, mert azt gondolom, hogy mindenki nagyon ügyesen meg tudja tenni ezeket a dolgokat, tehát tanulmányi pontok, érettségi pontok, és akkor ami igazából teljesen újdonság, tehát ugye megszűnt a minimum ponthatár, ezt teljesen eltörölték, és alapvetően ugye 100 pont az az intézményi pont, amit alapvetően minden egyetem maga határoz meg, és ennek például, amit én kiírtam, amit tényleg ilyen nagyon extra, hogy a tartalékos katonai szolgálatért 64 pont is adható. Tehát, hogy tényleg meg kell nézni, mert akkor mondjuk azokat a feltételeket teljesítve könnyen be tudunk gyűjteni különböző ugye plusz pontokat. Itt az érettségi esetén ugye a százalékos eredmények, amik nagyon-nagyon nagy változást hoznak,
És ugye itt jön be az, hogy a 85%-os emelt szintű vizsga 85 pontot ér, és ugye itt van az, hogy a maga a középszintű érettségi vizsga esetén viszont 67%-ba ugye számítják be a dolgokat, és ehhez jön hozzá ugye az, amit a tavalyi évből még ér, hogy maguk a felvételi pontszámok fogják meghatározni a úgymond a minimum ponthatárt, és meg kell azt nézni, hogy milyen felvételi osztott, osztatlan alapképzés, ugye, mikre jelentkeznek. És akkor én kiírtam pár egyetemet a felvi.hu-ról. Az egyik rögtön ugye a Semmelweis Egyetem, hogy ott külön van szóbeli meghallgatás. Tehát amit a Berecki Judit tanárnő mondott, hogy ott tényleg erre lehet külön 50 pontot szerezni. Tehát a 100 pontnak a felét a Sotte igazából a Semmelweis ugye arra adja, hogy a szóbeli hogy sikerül ott ugye az adott helyszínen. Külön van 50 pontot lehet kapni a nyelvtudásért, és ezen kívül, ami még ugye különböző művészeti és tanulmányi versenyeken eredmény, és a legtöbb egyetem a munkatapasztalatot adja. Tehát nyári munkára érdemes elmenni most a 10-11-eseknek, hogy kapjanak ugye különböző plusz pontokat. Ha valamiért nem sikerülne ugye a felvételi, akkor ugye itt jön be az, hogy akkor ezt meg lehet tenni majd a következő nyáron a végzőseinknek is, és ugye különböző meglévő OK és képzésekkel lehet. Tehát alapvetően a felvi.hu eligazít abban, hogyha több mint 6 helyre kíván jelentkezni, akkor mindezt meg lehet tenni ugye plusz pénzekért, meg egyebekért, tehát abszolút működik ilyen szempontból a rendszer, tehát tud jelentkezni nagyon-nagyon sok helyre. A nem nyelvi, én nyári munkát mondtam, tehát az, hogy ugye itt a munkatapasztalat esetén, például, ha valaki orvosira akar menni, akkor lehet olyanokat, hogy elmegy ilyen, megbeszéli ugye egy általában orvosismerőssel, és akkor ő le tudja igazolni azt, hogy van neki valamennyi munkatapasztalata. Kifejezetten meg kell nézni, hogy az adott egyetem ugye jelen esetben mit kér. A következő ez a Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, ugye ez a klasszikus régi BME. Itt a minimum ponthatár náluk megmaradt. A 280-tól 320-ra felemelték, tehát hogy van olyan egyetem, aki ugye még ezt is ilyen szinten felírta. Itt szintén azt mondják, hogy egy tárgyból ugye kötelező a többletpont, meghatározzák, hogy ez miből lehet. Tehát ezért mondtuk, hogy nem csak elég az, hogy megnézni még az adott egyetemet, hanem egyetem belül az adott szakot is, és ott itt azt lehet azt mondani, hogy milyen érettségiket kérnek. És ezért érdemes előre gondolkodni ugye a 10-11-eseknek is, hogy kötelezően pontot adó tárgyból érdemes vizsgázni, abból jók legyenek a jegyek. És itt is azt lehet mondani, hogy a munkatapasztalatot külön jutalmazzák, és valamint itt külön a tehetséggondozó programba, tehát nyáron, ha elmegy valaki egy BME-s táborba, ami fizetős, akkor jelen esetben úgymond részt vesz ezen a tehetséggondozásos nyári programon, úgymond ezzel plusz pontot megvette. Tehát, hogy be kell nézni azt, hogy kinek mi fér bele, akár sajnos a büdzséjébe, akár ugye az idő keretébe, nagyon-nagyon kiválogatni azt, hogy milyen egyetem, melyik szakára szeretnék tovább menni, és abból lehetőleg minél több, tehát a többletpontok lehetőségét mindenféleképpen kimaximalizálni. Ugyanígy a mostani végzősöknél szintén érdemes megnézni, hogy mi az, amit eddig csináltam, miért kaphatok pluszpontot, miből érettségizzek, még miből tegyek még nyelvvizsgát, még nagyon sok lehetőségük van nekik, azt lehet mondani itt júniusig, szinte azt lehet mondani, egy fél év van a végzőseink tekintetében, és hogy ezekre a többletpontokra mindenképpen rámenjek. A következő, amit én még megnéztem, ez a Corvinus Egyetem. Itt ugye szintén azt lehet mondani, hogy nyelvvizsgákért jár abszolút ugye a többletpont. Maga a Corvinus akár 70 pontot is ad. Tehát a 100 pontból 70 pontot meg lehet szerezni ugye különböző nyelvvizsgákkal. A következő szintén itt az egyetemi tehetséggondozó programba
azt lehet mondani, hogy megpróbáltak, én úgy tudom, hogy többen is részt venni ezekben, tehát ezek mindenképpen fontosak, és 10-11-esek is nézzék meg, és a következő években próbáljanak ugye ezekhez mindenképpen kapcsolódni. Itt a két érettségi tantárgy alapvetően szigorodik, a Corvinusnál azt lehet mondani, hogy matematikából szinte mindig emelt szintet kérnek, ami érthető ugye a közgazdasági ismeretek miatt. Egyedül a társadalomtudományi szakoknál, meg a nemzetgazdálkodási, gazdaságinformatikai szakoknál nem kell emelt matek, de ezzel is mondtam, hogy külön meg kell nézni minden egyes egyetemet. A következő az ELTE, szintén egy nagy konglomerátum, rengeteg ugye szakkal és lehetőséggel. Azt lehet mondani, hogy az emelt szintű érettségi ugye mindenképpen emelt, de érdekesség, hogy ugye egyes szakokon már középszinten a 80% feletti eredményt is pluszpontozzák, tehát ezért nagyon-nagyon meg kell nézni, hogy milyen gyakorlatilag szakokról beszélhetünk. A nyelvvizsgáért itt is jár többletpont, és azt lehet mondani, itt a hátrányos helyzet esetében is adnak többletpontot. Az Óbudai Egyetem a következő még, itt nagyon-nagyon sokféle többletpontot adnak a nyelvtudásra, külön a közösségi szolgálatra. Tehát érdemes itt is megnézni, hogy akkor most célirányosan lehet, hogy megvan már az 50 pontom, de még egy-két közösségi szolgálatot egy adott szervezetnél elvégzek, amiért mondjuk az Óbudai Egyetem ad majd többletpontot. És itt is ugye, hogyha az előkészítőkre jelentkezik valaki, akkor szintén többletponttal gazdálkodik. A BGE még, tehát megpróbáltam azokat kiválasztani, amik általában az eddigi tudásunk szerint a diákjainkat leginkább ugye érdekelte. Itt is egy emelt szintű érettségi vizsga alapvetően, amit nagyon-nagyon ajánlottak, ugye nyelvvizsga, tehát ebből látszik, hogy azért standarden megvannak azok az irányok, hogy legalább legyen egy emelt, legalább legyen több, tehát a nyelvvizsgákból minél több, és ugye itt kifejezetten szintén azt mondják, hogy az 5 tantárgy utolsó 2 tanult év folyamát összegéből számítják, ugye mint mindenhol, és ezzel lehet találkozni. És akkor van még ugye a testnevelési egyetem, az egykori TF, a gyakorlatilag a minimum pont határt itt meghagyták 280-ra, érdekes módon ugye a tanárképzésen fölvitték 305-re, tehát ők meghagyták ezeket a ponthatárokat, és itt természetesen a testnevelés emelt szintű érettségi továbbra is kötelező. Ugye most a 11-eseknek szerencsére már van lehetőség testnevelés fakultáció, mert elég sok a jelentkező, ezért igazából ők már kifejezetten erre készülnek. És akkor rögtön válaszolok is itt arra kérdésre, ugye 6 képzésre ingyenes a jelentkezés. Lehet többre jelentkezni, azért már alapvetően fizetni kell, jelenlegi tudomásunk szerint 200 forintot kell fizetni helyenként, de ugye, ha eltérő a finanszírozási forma, akkor az egynek számít. Tehát a költségtérítéses és az államilag támogatott egynek számít. Tehát alapvetően, ha azért, tehát a 6 képzést veszünk, az azt jelenti, hogy ha tud jelentkezni a diák 6 helyre, de közben meg 12-re, hogy a költségtérítés és az államilag finanszírozottat is belevesszük. Ezt a felvi.hu szépen eligazítja és segíti, hogy hogy kell ezt befizetni, és hogy és miként kell eljárni. Itt ugye a rangsorolás tekintetében kell megnézni, hogy hogyan érdemes mindezt választani. Ugye van úgy, hogy először csak az államilag támogatott képzéseket veszük, utána pedig mondjuk a másik variáció az, hogy már a képzési formát, és akkor utána változik. Tehát hogy lényeges az, hogy el kell dönteni, hogy mit bír el a család költségvetése, és alapvetően mit szeretne ugye a diákunk a továbbiakban csinálni, mik a távlati tervei. Tehát, hogy lényeges az, hogy egyszer lehet módosítani a sorrenden, ez július 12-én meg tud történni, tehát itt még ha azt látják, hogy változnak a különböző helyzetek, hogy milyen pontszámok vannak, akkor igazából itt ezt meg lehet majd tenni, ami azt gondolom, hogy egyfajta segítség lehet. Tehát
A főbb tennivalók, amik itt ránk várnak, ugye az egyik az, hogy az okmányokat mindenképpen szükséges rendbe tenni, ugye szakvéleményekkel. Itt egy nagyon jó alternatívát mondott Szendi Gabriela tanárnő, ugye, hogy akár akkor legyen az útlevél, ha pont akkor jár le, hogy ne ezzel kelljen igazából adminisztratíve foglalkozni. Fontos, hogy mindenből meglegyen az évvégi osztályzat előrehozottnál is, meg ugye a rendes érettséginél is, tehát hogy vagy a mi iskolánkban kell osztályozó vizsgát tenni, vagy ugye egy vendégtanulóként egy másik intézményben, azt is igazából az iskola fogja intézni a vendégtanulóságot, de fontos, hogy fölvegyék egymással a kapcsolatot is. Nem látja a jelentkező, hogy hányadik helyre jelentkezett a diák, ez abszolút, ez csak a ugye önök beírják a jelentkezési sorrendet, és utána alapvetően ezt senki nem látja. Ezt gyakorlatilag önökön kívül tényleg senki nem tudja, tehát ez nem meghatározó egy egyetemnél, hogy hányadik helyre jelentkeznek. Az ügyfélkapunak fontos lenne az elkészítése, én mindenképpen javaslom egyébként a 10-11-eseknek is, mert egyre inkább egyébként arra felé terelődik ugye a világ is. Fontos megnézni, hogy a képzés, tehát a felvi.hu-n, hogy mivel találkozhatunk, és még itt van egy ilyen diplomás pályakövetési rendszer, amit mindenképpen javaslok, hogy nézzek, hogy esetleg milyen diplomával, milyen átlagkereseteket lehet, mondjuk nagyon-nagyon változó a világ, de egyáltalán, hogy mivel szeretnének foglalkozni, mit szeretnének csinálni, mennyi pénzt szeretnének keresni, az egy kicsit támpont lehet. És akkor itt a fontosabb oldalak, ugye az egyik tényleg ez az oktatás.hu, a másik a felvi.hu, ahonnan mindenképpen érdemes elindulni, és itt elvégezni a különböző kutakodásokat, megnézni, hogy mit látnak, ezeket el fogjuk majd küldeni, és akkor itt tudnak mindenféleképpen segíteni. És ezt az ábrát közben nyugodtan tanulmányozzák, ezt még Berecki Judit tanárnő készítette, azt gondolom, hogy az ő lelke is benne van, és leginkább útmutatás ugye a saját osztályának is, hogy lényeges az, hogy az érettségi vizsga esetén mindjárt visszalépek majd a következő részekre, meg akkor benne a Szendi Gabriela tanárnőnek majd átadom a szót, de előtte, hogy tényleg, tehát hogy azt szeretnénk én, hogy bárki is ugye, tehát akár érettségizik, ugye akár mindenféleképpen felvételizik, a lényeges az, hogy előbb-utóbb mindenképpen el fogja érni a célját. Vagy elég pontja lesz, vagy egy picit kihagy, és utána lesz elég pontja, de mindenképpen azt gondolom, hogy meg fogja találni és állni helyét az életben, mert mind a szülőktől, mind a szaktanároktól kapott annyi útravalót, hogy ez ki tudjon teljesedni az életében. És akkor átadnám a szót Szendi Gabriela tanárnőnek. Köszönöm szépen, én még csak annyit mondanék, de ebben remélem, hogy majd a Berecki Judit meg tud erősíteni, hogy amikor voltunk most mi augusztus folyamán egy továbbképzésen, akkor igazából egy dolog volt, amit nagyon hangsúlyoztak nekünk tanároknak, hogy mi pedig mondjuk a diákoknak és a szülőknek azt, hogy ha egy adott intézmény indít felsőfokú szakképesítést, tehát hogy olyan képzést is, akkor érdemes esetleg azt is beírni még a felvételinél, tehát mint egy plusz szaknak megjelölni, mert hogyha mondjuk nem jut be a gyerek ugye az adott helyre, ahova nagyon szeretne menni, de oda még esetleg bejuthat, ott nyilván tanulhat olyanokat, amik esetleg a későbbiek folyamán egy újabb felvételi eljárás során még jók lehetnek, de ebben szerintem a Judit meg fog tudni erősíteni, csak mondom, ezt hangsúlyozták nekünk, hogy hívjuk fel arra a figyelmet, hogy nyilván az OKJ mellett ilyen is van ez a felsőfokú szakirányú képzés. Remélem, hogy nagy hülyeséget tényleg nem mondtam, de ezt kötötték akkor a lelkünkre augusztusba. Judit jelentkezik, úgyhogy úgy is szeretne válaszolni. Ne felejtsd el bekapcsolni mind a kettőt. Igen, próbálkozom. Most azt hiszem, sikerült mindegyiket. Tehát, hogy igen, ez volt egy dia róla, csak röviden beszéltél róla, igen, mert hogy ez tulajdonképpen ez a B-terv, vagy hát a B, vagy a C, vagy a nem tudom, hanyadik terv, hogy én is azt szoktam javasolni, hogyha, főként, hogyha nem is töltjük ki azt a nem tudom hány jelentkezési helyet, hogy a legvégére érdemes azért a sornak beírni egy ilyen felsőfokú szakképzést, hogyha valamiért nem sikerül nagyon sehova se, amit szerettem volna ide, az volt az, igen, most ami az előbb volt, hogy
ez az igen, hogy a tanulmányi pontok kétszerezésével is lehet. Tehát, hogy ott van, itt van egyedül egy olyan lehetőség, hogy valaki elrontotta mondjuk az érettségét, vagy ezt a két érettségi tárgyat, amire feltette az életét is, de pont rossz napja volt, és rosszul írta meg, akkor a vit pontjait is, tehát de jól tanult, viszonylag 4-es, 5-ös tanuló volt, és ezeknek a kétszerezésével is lehet ott operálni, és hogyha azt elvégzi, van már egy papír a kezébe, ami azért az egy felső fokú, tehát az OK-nál magasabb szintű szakképzettséget jelent, és plusz pontot ér még, hogyha esetleg azzal szeretne tovább tanulni. Ez az egyik. A másik meg, amit még így mindenkinek, már az osztályomnak is a lelkére kötöttem, hogy ez a sorrend, az borzasztóan fontos, de ezt már, aki jelentkezett, hát az enyémek ugye már ezt végigcsinálták a középfokú jelentkezésnél, vagy aki még emlékszik, ugye a 8-osztályosok közül a 4-ben, amikor ezt végigérték, hogy ez a sorrend, ez azért fontos, mert ez úgy nézik aztán meg központilag, hogy van 300 pontom, vagy 400 pontom, akkor az hova volt elég. És a legelső olyan, az elsőre, másodikra nem volt elég. A harmadikra elég volt, oda bekerültem, de hiába jut nekem eszembe az, hogy jó lenne mégiscsak, amit 5-nek jelöltem meg, mert arra mégiscsak jobban szeretnék menni, nem lehet. Tehát, hogy arra, amire felveszik, ahova a sorrendben legelőször megfelelt a pontszáma, oda nyer felvételt, és akkor utána azt már nem nagyon lehet variálni, hogy mégis a későbbi. Tehát, hogy a sorrend az fontos, és akkor, hogy fontos az is, hogy inkább ragaszkodom ahhoz, hogy az egyetem a fontos, hogy én a Corvinusra szeretnék járni, de mindegy, hogy költségtérítéses, vagy államilag támogatott, de nekem fontos az az egyetem, vagy pedig inkább először az államilag támogatottakat írom be a sorrendbe, és utána ugyanezeknek a költségtérítéses variációit, vagy akár a levelező, vagy nappali képzés, ugye itt többféle variáció van ebben. Tehát, hogy ezt nagyon alaposan át kell gondolni, és egyszer lehet ugye egy módosítást csinálni, egy sorrendmódosítást, de már új képzést fölvenni, azt nem lehet. Tehát, hogy ott nem lehet, hogy közben kitalálom, hogy még máshova is szeretnék. Tehát csak a sorrendmódosítás az, ami működik. Köszönöm szépen. Jó, én is köszönöm szépen. Közben megkérdezném, hogy akár itt, akár a másik csoportban lenne kérdés ezzel kapcsolatosan. Úgy tudom, hogy a Mátyás jelentkezett, akkor meghallgatjuk Mátyást. Mondjad, Mátyás! Köszönöm a szót, de pont arra a diára lépettem, amit szerettem volna. Ez a hány helyre jelentkezhetünk, vagy melyikre? Igen, igen, igen. Szuper, jó. Közben megkérdezem a Berecki Judit tanárnőt, hogy a másik csoportban van-e valami, de közben hallgatjuk. Csengéjék, ugye? Jól emlékszem. Igen, köszönöm szépen. Jól láttam, hogy állampolgári ismeretekből itt a Kosztolányiban lehet-e érettségizni, mondjuk 7. tantárgynak? Fura kérdések, tudom. Abszolút lehet érettségizni ugye állampolgári ismeretekből, alapvetően a projektet ad, meg kell nézni ugye nem sokára, tehát, illetve már kim vannak úgymond a nyilvánosságra hozott anyagok az érettségi esetén, hogy miből lehet projektet csinálni, és nálunk ugye Galai Gergő tanár úrnál vannak az állampolgári ismeretek, és nála lesz az érettségi vizsgázás. Tehát ebben az esetben érdemes vele fölvenni a kapcsolatot. Ez lesz lehet. Jó, köszönjük, meg vagyunk, köszönöm. Jó, szuper. Közben akkor megkérdezem Berecki Judit tanárnőt, hogy van-e a másik? Nem látok a másikon egyelőre, de ha valakinek ott is van, akkor írjon nyugodtan, mert ugye két fele nem tudunk beszélni, de hogyha ír a chatbe, akkor egy olyan kérdés volt, hogy megkaphatják-e a prezentáció anyagát e-mailben, de ezt természetesen ezt mondtuk, hogy kiküldjük. Igen, és akkor ha minden igaz, akkor megérkezett ide az igazgatónő is ebbe a részbe, úgyhogy átadjuk neki a szót. Hát abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy megbizonyosodhattam arról, hogy nélkülem is minden megy, úgyhogy innentől kezdve hátra dőlök az elkövetkezendő években. Nagyon szépen köszönöm igazgató helyettes asszonynak, hogy ilyen jól levezényelte, és nagyon jól megoldott a Berecki Judit, mert a másikba oda még én is befértem, tehát végighallgathattam még 21-30 társunkkal együtt
ezt ezt a duplán a prezentációt, úgyhogy ezt is megoldottuk. Nagyon szépen köszönöm. Én azt gondolom, hogy Judit mindent elmondott. Elsőre lehet, hogy ez egy kicsit nagyon soknak tűnik, tehát nézegessék majd a prezentációt, azt az osztályfőnökökön keresztül fogjuk kiküldeni, és ha bármi kérdésük van, azért Szabolcshoz, Szenti Gabihoz, hozzánk is, a gyerekek is tudnak jönni, ugye szünetekbe akár, illetve a szülőknek a kérdéseire is válaszolunk, meg úgyis több fázisa van ennek a jelentkezési lapok egyeztetésének is, ezt nagyon jól koordinálják a jegyzők is, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez menni fog. Hát nem egy könnyű helyzet, hiszen, ahogy Judit is mondta, azért ők azok, akik ezt a 2024-es érettségit először fogják megírni, de azzal biztatjuk, és Judit is biztos ezt mondta, mert ha itt vagyok, hanem ugyanazt mondjuk általában, hogy ebben reménykedünk, hogy ez az érettségi ezért könnyű lesz, mert hogy ők az első fecskék, úgyhogy reméljük, hogy nagyon jó eredményeket tudnak a közös gyerekeink majd produkálni. Úgyhogy én köszönöm szépen mindenkinek a munkáját, főleg igazgatóhelyettes asszonynak, Szabolcsnak, jegyzőknek, meg az osztályfőnököknek, és hát Berecki Juditnek ezt, hogy két helyen is prezentáltunk. Ez nagyon innovatív volt. Köszönöm szépen. Jó, akkor nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltak. Az osztályfőnökön keresztül mindenképpen elküldjük a PPT-t. Várjuk vissza majd a jelentkezési lapokat. Bármi kérdés van, írásban, szóban nyugodtan tegyék fel, és további szép estét kívánunk. Még egy darabig bent leszünk a beszélgetésben, ha lenne valami nagyon speciális kérdés. Egyébként meg tényleg jó pihenést így az estére, és hát jó gondolkodást, és azt gondolom, hogy családi kupak tanácsa felvi.hu előtt. Viszontlátásra! Viszlát! Köszönjük, csokolom! Viszontlátásra! Sziasztok! Közben, ha valakinek van még kérdése, látom is, akkor hallgatjuk Edre. Jó estét kívánok, Illés Réka vagyok, Illés Leventa anyukája. Először is nagyon szépen köszönöm az elmúlt éveket Leventének. Ugye nekünk nagyon speciális most a helyzetünk, és az lenne a kérdésem, hogy Levi tud-e előrehozott érettségit tenni, ezt tudja-e megtenni önöknél, illetve hogyha nem, akkor a rendes érettségire jelentkezhet-e önökhöz? Ugye most kap jegyeket 11. osztályban, csak nem, már nem ebben az intézményben, vagy hát reményeink szerint teljesíti a 11. évét is. Ugye, ha jól emlékszem, én most külföldön tanul, de Judit, ugye az osztályozó vizsga, igen. Na most ugye azért az ottanit meg kell feleltetni az itteninek. Nem csak külföldön tanul, hanem őt beirattuk, hogy le legyen ez az egész macera így az otthoni gimivel, meg nem is nagyon tud már hazamenni mindig, így egy-egy hétre. Egy ilyen online gimnáziumban, amit ő csinál, egy magyar gimnáziumban. Őt tanuljon. Igen. Most igen, egy tanulói, emlékszem, hogy tanulói jogviszonya van, ugye jelen esetben ilyen, talán az ország első ilyen online támogatásos iskolájában, ugye jelen esetben előrehozott érettségit, ugye tud tenni, most azon gondolkodom, hogy a jelen esetben ugye akkor az az eljárásrend, megnézem, hogy itt van még